Tavaly készült el az a tanulmányterv, mely körbejárja az atomerőmű bővítés során a városban jelentkező feladatokat, melyeket városrendezési vonatkozásban is megvizsgáltak. A dokumentumhoz igazítottan készül el a település szerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat felülvizsgálata. A módosításhoz szükséges döntést előkészítendő, ez utóbbi eredményeit Horváth András főépítész ismertette a képviselőtestület tagjaival. Az atomerőmű fejlesztés az egy kerítésen belüli munkafolyamat, ennek a tervezése nyilván a megfelelő szakmai intézetekben folyik, de ezen közben ennek a beruházásnak komoly hatása van a városnak a jövőbeli életére, kezdve a lakhatástól, a közúti infrastruktúrán át az intézményekig, vagy hogy egy ilyen utolsó, de nem jelentéktelen példát mondjuk, hogy hány köztérfigyelő kamera legyen Paks városában. Most ezeket a feladatokat valakinek el kell végezni, és ezeknek nagy része olyan városi hatáskörbe tartozik, ami a városnak a normális mai működésében nincsen benne. Ezekre a terhekre, ezekre meg kell találni a megfelelő partnert, aki ennek a felelősségét, finanszírozását magára vállalja. A város azt tudta tenni, hogy körbejárta ezt a problémát, föltárta ezeket a feladatokat, listázta, és ebből készített egy olyan anyagot, amelyik egyeztethető, és nyilván a megfelelő fórumokon ennek az egyeztetése meg is fog történni. Egy új városközpont kialakításának lehetőségeit, valamint az építésre érkező szakemberek fogadására tervezett új lakóterületek kialakításának lehetőségeit ötletpályázaton kereste az önkormányzat. A megoldási irányokat még vizsgálják. A szabályozási keret kialakítása az elsődleges és legfontosabb cél, hangzott el a tájékoztatón. A tanulmánytervnek a célja az az volt, hogy meg tudjuk mutatni egyértelműen, hogy Paksot milyen terhelések fogják érni, erre hol és milyen pontokon, miben kell felkészülni, és ez körülbelül milyen költségekkel jár. Ennek érdekében a munkamódszer az az volt, hogy először egy helyzetfeltárást tettünk. Itt nagyon sok interjút és adatot kaptunk a város illetékes intézményének a vezetőitől, a Paks 2-től, és ezt összevetettük azzal az igénnyel, ami várhatóan az erőmű építkezése során jelentkezni fog, és terhet fog jelenteni Paksra. Ennek a kettőnek a összefésüléséből, hogy így fogalmazzam, kiderül az, hogy mire van szükség, és mi az, ami ahhoz, hogy ez a beruházás meg tudjon valósulni, szükséges a városban. Vannak adatok, például az érkező építőmunkások száma, melyek a beruházás jelen szakaszában pontosan még nem ismerhetők, így ezeken a területeken több eshetőségre is készül a város. Elég pontosan, hogy az adatokat próbáltuk megbecsülni, hányan jönnek, hogy lesznek. Ezt nagy mértékben lehetne tompítani, vagy csökkenteni a szállásigényt, ha nagyon sok magyar munkaerőt tudnánk környékből. Pécs, Budapest, Székesfehérvár, Kecskemét, Dunajváros, nem akarom végig, Mohács, Baja, hogy ez az autópálya aránylag lehetővé teszi, hogy ilyen egy óra, másfél órás úttal érkezzenek a munkások. Ekkor kevesebb átmeneti szálláshelyet kellene kialakítani az építés 3 évében itt dolgozó külföldi munkavállalók számára, tájékoztatott Süli János. Paks polgármestere azt is elmondta, hogy egy optimális terv készült a szakmai elvárások és igények alapján, melyet a jövőben a lakossággal is megismertet majd az önkormányzat, hogy a paksiak igényeire figyelemmel készüljenek el a végleges városfejlesztési tervek.